Köszönöm szépen, Hanga, hogy ismét tudunk találkozni. Köszönöm a meghívást. Nem fázol? Nem. Így. Hát pedig úgy tudom, hogy a Meseveli hóországból jöttél. Hát igen. De itt most már meleg van. Na hát akkor nincsen. Mielőtt még találgatni kezdene a drága jó néző, Meseveli hóország, kincskereső küldetés, ez a Vajdahunyadvárban egy nagyszerű kalandjáték kiállítás, nem először volt már ilyen, és hát ez a Meseveli hóország, én még úgy visszaemlékezve a régebbiekre is, azért tényleg ez egy olyan különleges világ, hogy tényleg a jégvilágot megmutatni így, hát ez valami félelmetes. Mennyi ideig tartott előkészíteni? Hát egy ilyen kiállításra felkészülni azért hónapok, ugye hát ez egy gondolom. Ilyen kis alkotócsapat munkája. Az egész maga, ugye a történet is, maga az installációk, a grafika, illetve hogy a kiállításnak tényleg fizikailag is összerakni, azért ez nem kis feladat. Úgyhogy igen, nagyon sok munka van benne. Hát persze, hát azt tulajdonképpen én azért kérdezem, hogy milyen munka, mert azért ezt megcsinálni kivetítőktől kezdve minden 21. századi digitális technikáig, akkor hát ez tényleg csapatmunkának hogy kell történjen. De mielőtt még erre válaszolsz, csak annyit, hogy itt olvastam itt a tájékoztatóban, hogy mesebeli, meg kirándulás, meg gyerekeknek, na de hát azért ott van zárójelben az is, hogy 4-től 99 éves korig. Igen, abszolút. Attól függetlenül, hogy ugye ez egy kalandjáték, egy kincskereső játék, a felnőtteknek is abszolút érdekes lehet, illetve a szülőknek. Úgy állítottuk össze, ugye 16 játékállomáson keresztül vezet minket végig, ugye ez a kis szöveges játékfüzet, amit a bejáratnál kapunk meg, ilyen gyönyörű matricákkal kiegészülve. 16 játékállomáson keresztül barangolhatjuk végig így a tajga, tundra és az északi sarköröknek a vidékeit, ahol mindenhol egy ilyen furfangos, itt-ott picit nehéz, trükkös kérdésre kell megtalálnunk a helyes választ, és úgy állítottuk össze a kérdéseket, hogy ne csak a gyerekeknek, hanem akár a felnőtteknek is tartalmaz, vagy tartogasson izgalmas kérdéseket és új információkat. Na, erre még úgy is visszatérek, de akkor mindenféleképpen kincskereső küldetésről van szó, és akkor hát mondod, hogy az állomásokat, jeges tájakon, mindenhol, de én emlékszem, amikor ilyen bemutatók vagy ilyen kalandjátékok vannak, akkor ott mindig mindenféle furfangos feladványok is szoktak lenni. Akkor itt is? Abszolút, igen, akár itt hát megtudhatjuk, hogy mennyi ideig él például egy grönlandi cápa. És látjuk is a grönlandi cápát. Abszolút, igen. Kivetítőn? Nem, egy ilyen installáción keresztül. Na, igen. De nem kivetítő, hanem rendes képen. Igen. Láthatjuk őt, illetve trükkös színkódos zárakat kell megoldanunk, hogy tovább haladhassunk a kincs irányába, illetve a jegesmedvéket kell átvezetnünk a jeges tájakon, jegesmedve járattal találkozhatunk. Úgyhogy igen, abszolút sokféle feladatot kell megoldanunk, hogy eljussunk a kincsig. Na most azért mondtam, hogy erre még visszatérünk, mert mondtad, hogy gyerek felnőtt együtt, akkor ez úgy van, hogy csapatostól is lehet menni, vagy kis csoport, nagy csoport, egyedül, akkor egy gyerek, egy felnőtt, vagy mit tudom én, öt gyerek külön, nem sorolom végig, de inkább te mondd a variációkat. Igen, abszolút. Akár óvodai, iskolai csoportok jelentkezését is várjuk. Ugye ott az óvodások az óvónénivel tudják ugye segítséggel megoldani ugye a játékfüzetet, ugye azt fel kell olvasni, de abszolút úgy állítottuk össze, hogy akár a kisebbeknek is legyen benne feladatuk, például ki kell szimatolni, hogy merre találják a jeges csemegét, és ebben abszolút az óvisok is találnak ugye kihívást, és ők is tudják ezt élvezni, illetve tényleg egy ilyen 5-6 fős csoportokban a kisiskolások, vagy akár családoknak szerintem nagyon-nagyon jó program lehet így eljönni, és csapatban dolgozni, csapatban játszani, de hogyha valaki egyedül érkezik, akár ott is nyugodtan, vagy akár a helyszínen, hogyha többen érkeznek egyedül, akkor simán lehet csapatokat alkotni, és így ismerkedni, játszani. Úgyhogy igen, abszolút egy csapatmunka. Na most még azt akartam mindenféleképpen kérdezni, mert kincskereső küldetés. Hát persze erre nem fogsz válaszolni, hogy hol rejtőzik az ősi kincs.
De van ősi kincs. Van, és ezt kell megtalálnunk. Igen. És azt kell megtalálni. Hát igen, hát és akkor mindenféle meglepetések vannak az úton, ugye ezt elkezdtük mondani. Ebből se lehet egyet-egyet kiemelni, vagy mondani, ami mondjuk nem titkos, vagy nem áruljuk el? Szerintem ez legyen meglepetés, de az biztos, hogy az út során éles szemre és bátor szívre is szükségünk lesz. Hát azt gondolom. Na most végül is említetted itt a csemegét, jeges csemege. Igen. Na most mi ez? Fagylalt vagy mi? Milyen jeges csemege? Hát ezt nem árulom el. Akkor nem fagylalt. Ezt ki kell szimatolnunk majd. Ja, azt is. Hát akkor itt nem csak a látás, a hallás, hanem még a szaglás is nagyon fontos. Igen, igen. Itt az érzékszerveket is bevonjuk ugyanúgy a játékban, mert igazából tanulni, vagy így főleg gyerekeknek, de amúgy felnőtteknek is a tanulás az egy ilyen teljes, hogyha tényleg mélyre szeretnénk, hogy érkezzen az információ, akkor nem csak ugye az olvasással, hanem akár tényleg az érzékszervek bevonásával is tudjuk mélyíteni a megtanultakat, hogyha azt ugye látják, hallják, ki tudják szimatolni, sokkal jobban megmarad az az élmény, az a hát tanult persze. dolog. Úgyhogy a hallásunkra is szükségünk lesz, állathangot kell kitalálni, hogy éppen milyen északi állatnak a hangját halljuk, van egy ilyen. Na ne, északi állat, az oroszlánbőgést, azt meg a macska nyávogást, meg a kutyaugatást, azt tudják utánozni már a gyerekek is, de északi állat, a jegesmedvét nem tudom elképzelni, hogy milyen északi állat még? Hát például rozmárbőgés, vagy a fókának az ugatása. Ugye például a fóka is ugat. Egyébként ez nekem is új információ hát volt. Hát tényleg, hát ugat. Na most hát végül is a kiállítás van, és mielőtt elfelejtem, ez nyitva van még májusban is, hogyha jól igen, láttam. Igen, ez május 1-én is nyitva tart, illetve a húsvétkor is nyitva tart. És május meddig? De nyitva van, ahogy jól olvastam. Május 20-áig, igen, és május 1-én is várunk mindenkit szeretettel. És az eddigi tapasztalat, tényleg a gyerekek, hát mondjuk ott van a kisgyerek a mamájával, és ahogy te nem hallottál ugatást, akkor a mamája se, akkor azért elég nehéz lehet ott ilyeneket kitalálni. Hát. Igen, ott, hát ott azért lehet igazából ott a kiállításnak a, az meg állomásait. Improvizálni. Lehet improvizálni, igen. Na most akkor azért mielőtt a műhely titkokat elárulnánk, de én olvastam róla, hogy hát végül is van ott egy agyafurt tolva is. Igen, ugye... Mit lop el? Egy arany hangszert tulajdonképpen. Ugye az egész történet az onnan indul, jó, hogy belépünk, és a mi feladatunk, mint látogatók, mint kincskereső felderítők, hogy van egy furfangos kincsvadász, egy nagyon kabzsi, aki ellopta az aranyhangszert. És ezzel az aranyhangszer, ez, hogyha ezt megszólaltatják, felébrednek az alvó jégóriások. És ezek az óriások nagyon sok mindenre képesek, és akár egy tudnak neki segíteni abban, hogy így világuralomra törjön, és ezt nem szeretnénk. És ellopta ezt az aranyhangszert, és a saját jégkastélyába, jégbirodalmába őrzi. És nekünk az a feladatunk, hogy eljussunk ehhez a jégbirodalomhoz, föl a kincstárba, és megtaláljuk az aranyhangszert, és visszaszerezzük. Ugyanis ez az aranyhangszer, ez 1000 évben egyszer szólal meg, és mi pont azon az egy napon indulunk erre a küldetésre, és hogyha nem sietünk, nem igyekszünk, akkor megszólaltatják az aranyhangszert, és felébrednek az óriások, amit szeretnénk elkerülni. Hú, hát ez nagyon jó. Na most azt is azért valamiféleképpen össze kéne hasonlítani, mármint a területet, hogy mert ha elmondjuk, hogy hány száz négyzetméter, akkor az úgy nagyjából stimmel, de tényleg mekkora? Egy 700 négyzetméteren vannak a kiállítás állomásai, úgyhogy ezt lehet tudjuk így bebarangolni, úgyhogy igen, elég nagy. Nagyjából egy órát vesz igénybe így a kiállításnak a bejárása, maga a játék. Ez egy tér? Egy terem vagy igen, pedig? Igen, igen, igen. A Vajdahunyadvárában kaptunk otthont a kiállításnak, a Mezőgazdasági Múzeum részén van a kiállítás, illetve ez egy ilyen fontos info, hogy a belépőjeggyel a Vajdahunyadvárában lévő állandó kiállítások is megtekinthetők, tehát akár így egy hosszabb programnak is lehet tervezni, hogy végigjátsszuk a játékot, és utána pedig akár az állandó kiállításokat is meg lehet nézni. Igen. Hát az gondolom, mint múzeum, vagy mint kiállítóterem, folyamatosan nyitva vagytok, most nem csak igen. a dátumokra gondolok, hanem ilyen hétfők, szerda, meg minden. Igen, hát a hétfő kivételével, igen, kettő egész vasárnapig, 10-től 17 óráig tartunk nyitva. Uh-huh.
És akkor ott a helyszínen lehet jegyet venni, vagy az nem kell előre regisztrálni egy-két héttel? Nem kell, a helyszínen lehet jegyet venni. Online jegyvásárlásra sajnos nincs lehetőség, úgyhogy ott a helyszínen érkezési sorrendben lehet jegyet váltani, illetve iskolai óvodai csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges, de ők is a helyszínen tudnak jegyet váltani. Hát az eddigi tapasztalatok, én most nem arra gondolok, és nem csak erre a kiállításra, hanem ezért mondom, hogy volt pár ilyen, és azt hiszem, hogy 2022-ben akkor az esőerdőben lehetett kalandozni. Igen. Hát, és az is valamilyen keresőjáték volt, ott is valamit meg kellett találni, hogyha jól emlékszem. Igen. Ugye a kiállításokat mindig egy természettudományos témára építjük föl, és a Jeges Birodalom eddig még nem volt. Ugye valóban voltunk az esőerdőben, szavanna téma is volt, akkor a kertben élő állatok és a kertnek a témáját jártuk körbe. Most így a tajga, tundra, sarkvidéki sarkvidékek élővilágát és a természeti jelenségeit ismerhetjük meg. Tényleg, hát a kertet mondod, az volt a rejtélyek kertje. Igen, a rejtélyek kertje, igen. Hát az nagyon jó. Ja, és lehetett találkozni, mondod, állatokkal, persze. Volt egy bagoly, arra emlékszem, nem tudom, suttogott, vagy suhant, vagy mit csinált? Igen, volt egy bagyunk, illetve ha már itt tartunk az állatoknál, itt most ugye minden kiállításunkkor van egy segítőtársunk az utazás közben, aki a jó válaszokhoz tud minket elvezetni, vagy hogyha szeretnénk leellenőrizni, hogy jól tudtuk-e a választ. És itt most a Hóországban egy husky kutyus van a segítségünkre, akinek a lábnyomait követve mindig el tudunk jutni a helyes válasz megoldásához. Hát ez mindenféleképpen. Azért is hoztam én szóba ezt, ami volt, mert akkor ez ilyen értelemben egyszeri alkalom. Szóval ott volt a kaland az esőerdőben, akkor az akkor le is játszott, és soha többé nem is lesz. Igen, ezeket a természettudományos témákat, vagy hogy így az élőhelyeket igazából egyszer dolgozzuk föl, viszont mindig igyekszünk nagyon színesen és változatosan bemutatni, úgyhogy valóban, hogyha valakit tényleg érdekelnek a jeges tájaknak az élővilága, a jelenségei, akkor érdemes most így május 20-ig eljönni, mert ez a téma, ez most van. Hát persze, egyrészt most van, másrészt én nyugodtan hozzámerem azt is tenni, hogy ez megfelel egyszerre háromféle tanórának, mert itt van biológia, igen, meg szaglás, kémia, érzékszerv, minden az égvilágon. Igen. És tényleg a gyerekeknek nagyon jó. És hát a egyéb programok is vannak, azt mondtad, a Vajdahunyadvárban, hát meg azt, hogy egy-egyel végig lehet nézni. Na most te már végigjártad Mesebeli Hóországot? Igen, végigjártam. És én is nagyon élveztem, és számomra is tartogatott új információkat, és új tényleg benyomásokat igen, így a jeges világról, tekintve, hogy ugye most így Magyarországon már nem is nagyon találkozunk, úgy jéggel, hóval, és így ezzel a világgal, szóval így akár képzeletben is nagyon jó volt beleképzelnem magam abban, hogy sétálok és ropog a hó a lábam alatt, és hóesésbe keveredek, hóviharba, és ez a gyönyörű fehér jeges táj, meg a gyönyörű látványvilág is, ami körbevett, szóval nagyon-nagyon hát jó élmény volt. És a gyerekek, hát van köztük jó néhány, aki nem is látott még havat életében. Igen, úgyhogy pláne aki ugye most kisebb, igen, tehát 4-5 éves korban azért ugye az elmúlt 4-5 évben nem nagyon volt úgy igazán hó. Persze. Úgyhogy, na hát akkor ezt végigjártad, ez idáig rendben van, de azt mondtad az elején, hogy több hónapos munka az előkészület. Van már valamilyen előkészület egy következőre? Nem, egyelőre mindig a jelenlévőre fókuszálunk, úgyhogy ugye majd ősszel lesz a következő kiállítás, úgyhogy arról meg biztos, hogy időben fogunk már megosztani információkat, hogyha... Na most, hát ilyenkor azért önállóan azért ott nem nagyon tudnak közlekedni gyerekek, felnőttek, akkor ilyen értelemben van tárlatvezetés, vagy valaki, aki utat mutat? Most igen, függetlenül az kikutyától. Természetesen mindig van a kiállításban egy-két animátor, egy-két segítő csapattárs, aki ugye ki is osztjuk a füzeteket, illetve ugyanúgy a gyerekeknek elmeséljük, hogy mi lesz a történet, mi lesz a feladatuk, és természetesen a kiállítás végén, hogyha jól teljesítettünk, akkor ajándékkal is várják a helyes válasz megfejtőjét, és aki megtalálta a kincset, úgyhogy mindig van ott a kiállításban olyan csapattárs, munkatárs, aki segít. És akkor aki megtalálja a kincset, az okleveles kincskereső lesz. Igen, pontosan. És még mellé ajándékot is kapunk. Ez nagyon jó. Jógázol még? Igen, természetesen. Hát csak azért, mert igaz, hogy nagyon sok dolog van,
itt a kiállításokkal kapcsolatban, de ezt tudom, mert egyszer már beszéltünk erről. Igen, hogy pont a múlt alkalommal. Tehát nem csak, hogy jogázol, hanem ezek szerint oktatsz is? Igen, még oktatok természetesen most is. Most egy 12 alkalmas, hosszabb jogatanfolyamot viszünk pár kollégámmal, úgyhogy ott is elég sok a feladat és az óra, de nagyon-nagyon szeretem most is. Gyerekeknek, felnőtteknek? Fiúknak, lányoknak, asszonyoknak? Mindenkinek, igen. Gyerekeknek hát az külön nem, az egy speciálisabb, de hogyha valaki szeretné, akkor van egy nagyon jó ismerősöm, aki gyerekjogát tart, szóval őt is nagyon nagy szívvel ajánlom, de egyébként ilyen fiatal, tinédzser kortól egészen idős vendégem is van, aki jár hozzám heti szinten, már unokái vannak, és minden héten jön, és annyira jó látni, hogy igazából itt is kortól és nemtől, és mindentől függetlenül lett ezt is, akármint a kiállítás, de ezt is, hogy így az ember új élményeket és új dolgokat tapasztaljon meg, és tényleg nagyon jó, hogy úgy lehet ezt állítani egy gyakorlást, hogy ez mindenkire ráillik. Tehát nincs olyan, hogy valaki mondjuk túl merev, vagy túl hajlékony, vagy túl idős, vagy túl fiatal lehetne ehhez. Úgyhogy... És te miért szeretted ezt meg? Én nagyon sok oka volt ennek. Én táncművészeti suliba jártam. Mint táncos lány. Igen, és ott fizikailag és mentálisan is elég nagy volt a nyomás és a hajtás. Mm-hmm. És egyszerűen kerestem valamit, ami egy picit úgy helyre tud tenni, és először is igazából én csak azt hittem, hogy hetetől majd én hajlékonyabb leszek, meg egy picit lenyugszom, és ennyi. És akkor elmentem az első órára, és utána egy olyan mértékű ilyen béke és nyugalom szállt meg, és valahogy nem lett kevesebb a nyomás, meg igazából utána, ahogy haladtam az évek felé, meg az érettségi felé, egyre több lett, de sokkal jobban tudtam ezeket kezelni, vagy valahogy így a helyére tenni, és megtalálni azt az időt, amiben igenis tudok töltődni. Szóval nekem ebbe volt fontos. És nagyon jó, csinálod továbbiakban is. India. Voltál, mész? Még nem voltam, de tervben van. De gondolom, bakancs listán ott van. Abszolút, abszolút. Jó, hát akkor kilégzés és belégzés, úgyhogy akkor ezt tudomásul vettük, és akkor meg lehet téged is máshol is találni ezek szerint. És nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és azt hiszem, hogy nyugodtan még egyszer javasolhatjuk, hogy gyerekek, felnőttek, unokák, nagymamák megnézhetik ezt a gyönyörű szép kiállítást.